magyar irodalmat ismerők szemében Magos Liget neve összeforr egyszerűen Móri Zsigmonddal, és összeforr Pap Mihály bácsival, a boldog emberrel. A ma itt élők boldogok-e? Hát, boldogabb, mint a... boldogabb, mint a Pap Mihály idejében, az ő fiatal idejében. Ő nagyon szegény sorsba élt. Ha az igazat akarom megmondani, Plehert, de ezt nem tudom, beletegyük én. Nyugodtan. Plehert koldult össze-vissza a háztetőkön jobbra-balra a Botpaládon, mikor csinálta a papnak színezte a háztetőt, azt mondta, legalább egy ebédet. Jaj, Mihály, azt mondja, azt nem bírom azt kiadni, azt mondja, hogy sokba kerül akkor. Na, százszornak is egy vége, tehát Pap Mihály bátyánk, ez a Móri Zsigmondnak a familiája, a felesége Kis Eszter volt. Ez a Kis Eszter ugye megesett, és ezért ment hozzá, különben nem ment volna hozzá Pap Mihály soha, mert Pap Mihály bátyánk egy éretlenség volt. Egy éretlenség ember volt. Igen. Soha nem ment volna hozzá. Tehát mivel, hogy megesett, ugye, ezért hozzáment Izeihez, Pap Mihályhoz, a boldog emberhez. Önnek milyen rokonsági köteléke van? Olyan rokonság, hogy az én anyám meg Kis Eszter édes unokatestvérek voltak. Visszatértél az elejére, az előbb azt hiszed mondani, hogy ma boldogabbak az emberek, mint amilyen Pap Mihály lehetett. Miért boldogabbak? Hát nem tudom miért, de azért, azért, mert hát azért mégiscsak az az igazság, hogy jobb világban. Az ember félt még a kezdetén is nagyon a kommunizmustól, végtelen féltük a Rákos rendszertől, így a tovább a kádrat, és a többi. De ez azért az életszínvonal tekintve mind jobb volt, mint a régi rendszer. A régi rendszerben nem volt megszervezve, nem volt gazdálkodási módszer. Ha valakinek, a falunak a nagy részének nem volt mit enni, akkor elment ahhoz az egy-két gazdához, azt mondta, adj egy vékamálét, azt majd ledugozom a nyáron. Ma nem kell elmenni, ma aki dolgoz? Máma nem kell elmenni. Hát annyit kap, annyi munkanegyült kap, hogy jobban él, mint a... Hát, mint a Kádár rendszerben, meg mikor, akkor nem kapott annyi nyugdíjat, mint amennyit most munkanélkülit kap. Hogy tetszik gondolni, akik, hogy nem mentek el innen az emberek, és nem pusztult ki ez a falu? Itt a határ szerint, az valahol mivel magyarázható? Hát ugye csak avval magyarázható, hogy ahol születik az ember, ott szeretne meghalni, hogy ott szeretne leélni. Milyen az élet Magosligeten? Miért tetszett itt maradni? Hát itt kellett maradnom, mert a gyerekeim itt vannak, a gyermekeim. Máskülönben, hogyha nem lett volna a gyermekeim, 8 darab, nem itt lettem volna. És az ön gyerekeinek megvan a lehetőségük arra, vagy meg lett volna, hogy elmenjenek? Meg lett volna. És nem mentek el? Nem mentek el. Engem miért? Se hagytak. Igen. Engem ezt se hagytak, mert ugye, hogy én is egyedül vagyok, engem ezt se hagynak. Szeretnek a gyermekeim. De csak ön szeretik, vagy szeretik a falut is? Szeretik a falut is. Mit lehet szeretni egy ilyen kis községen? Hát jó van épp, na. Jó van épp. Tehát jó közösség van. Jó van épp. És miből tetszenek élni? Nyugdíjból. És a gyerekei? Hát azok kapják a családi segélyt, meg dolgozik a férjek. Igen, így élünk meg. Nehezen hinni az ember, hogy egy határszéli kiskösségben megél a fagylaltos. Hogy él meg? Hát a fagylaltos úgy, ahogy az emberek nehezen élnek meg. Tehát Tiszakorodon van egy fagyizó tulajdonképpen telephely, amely szintén kisközség, ott nem tudnánk gazdaságosan csak ott működni, és ezért el kell jönnünk ilyen messzire is a kisközségekbe, hát ez is csak egy adott fizetési időszakban éri meg. És a hölgy milyen minőségben van a fagylaltozónál? Hát én ilyen kisegítő nyugtát adok meg, tölcsét, ha... Minden elfogyasztott fagylaltó? Igen. És hogyha mérleget kéne csinálni egy ilyen Magosliget Uszka-szerű községben, mennyi az, amit elnyaltak ma? Hát végül is most úgy gondolom, hogy csúcsot nyalnak, mert jövedelempótló fizetés van a hivataloknál, de hát ez egy 3-4 napot jelent csak, és utána akkor nagyon mély ponton vagyunk, amikor ki se kell jönnünk. Tehát most ez gombócba 150-200 gombócán az összes a két községnek a nyalása. És mit tapasztalta, hogy melyik fajta fagylalt ment ma legjobban? Hát ilyen melegben inkább a gyümölcs fagyik.